Kedves gyerekek, kedves testvéreim! A mai olvasmányunkkal és az evangéliumi szakasszal kapcsolatban eszembe jutottak az első gimnáziumi latin óráim, Kecskeméten a piaristáknál. Varga tanár úr tanítja nekünk a jól ismert latin mondásokat. Még nem nagyon tudtuk, hogy melyik szó mit jelent, de azt már az első héten megtanította velünk, hogy homo homini lupus, és hogy veritas vincit. Ember embernek farkasa, és az igazság győz. Nos, ezek a mondások jutottak eszembe, mert a mai olvasmányban és az evangéliumban valóban nagyon úgy tűnik, hogy ember embernek farkasa, vagyis, hogy habár a prófétának küldetést adott, mégis nagyon-nagyon gyakran szembe találja magát az értetlenséggel, az ellenállással, az emberek ellenszenvével. Ugyanígy volt ez az apostolok idejében is, Krisztus föltámadása után, akik már visszaemlékeznek a Jézusi szavakra. Valahogy ők is úgy érzik, mint talán mi is nagyon sok esetben, mintha a rossz a világban erősebb volna a jónál, mintha az Isten országát az a másik oldal, a gonoszság legyőzné. Mintha legyőzné. Ha viszont egy picit másként olvassuk ezeket a szövegeket, akkor azt is látjuk, hogy ez az Isten országáról, ez a mi életünkről szól, mégpedig úgy, hogy ez az élet, a Jézusi élet, a keresztény élet bizony a valóságban gyökerezik. Olvassuk így. Vagyis, hogy ebben az életben, a mi Krisztusi életünkben bizony jelen van a sírás, jelen van sokszor az, amit igazságtalannak érzünk, jelen van az üldözés, vagy éppen a kínzás, jelen van az, hogy keresztre feszítenek minket, sőt, még jelen van a gyűlölet is, de ugyanígy, hála Istennek, jelen van a szeretet, és jelen van a megbocsátás is. A mindennapjainkban tapasztaljuk mindezt. Amikor a munkahelyen úgy érezzük, hogy munkatársaink így szurkálódnak velünk, amikor a főnök egy kicsit talán így kipécéz magának bennünket, amikor el kell viselnünk igaztalan vádakat, amikor hátulról hallom, hogy rólam milyen dolgokat mondanak, és akkor talán én is úgy vagyok, mint a próféta, belefáradok, elcsüggedek, kételyek merülnek föl bennem, csalódok emberekben. És akkor egyértelmű talán a kérdés, hogy az igazság valóban győzedelmeskedik? Veritas vincit? Hogy valóban Isten az életnek az ura? Hogy érdemes küzdeni? Hogy érdemes hűségesnek lenni? Hogy mindig és minden körülmények között valóban a jót kell képviselnem? Hogy érdemes nem feladnom? Ezekre a kérdésekre mi keresztények alapvetően Jézus Krisztusban, az ő személyében találjuk meg a választ. A példák segíthetnek minket. Jézus számunkra az igazi példa, de ott vannak a szentek és a vértanúk is, ott vannak mindazok a tanúságtevők, akikre fölnézhetünk. Nagyon gyakran azonban azt mondjuk, hogy ők nagyon régen éltek, távol vannak, nem tudok velük mit kezdeni. Hogyan találhatok én kapaszkodót? Ki az, aki egy ilyen életpéldával előttem jár? Nos, hála Istennek, ma is vannak ilyenek. És egy szomorú aktualitás volt a héten, hogy egy ilyen ember, egy nagyon szerény, egy nagyon alázatos, meghalt. A hírekből jól ismerjük, Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnokról van szó, világbajnokról, Európa bajnok vízilabdázóról. És hála Istennek, hogy az internet kusza világában nem csak olyan kommenteket találunk,
amelyek hát nem a legszebb kifejezésekkel illetnek bizonyos embereket, hanem vannak olyan kommentek is, amelyet most szeretnék nektek felolvasni. Ez az élethelyzet látszólag egy ilyen üldözés, látszólag egy ilyen ellenséges élethelyzet, amelyből egy tanúságtevő emberen keresztül a Jóisten ki tudta hozni a jót, a legjobbat. Majd 20 éve történt, 2001 tavasza, kellemes idő, az ösztöndíjnak vége. Rómából hazafelé utazok, a repülőtéren vagyok. Valamiért nagyon kevés az utas. Olyan érzésem van, mintha csak hárman lennénk. Az a harmadik egy megkérdőjelezhetetlenül szimpatikus, laza öltözetű, napszemüveges, könnyed mozgású, érzékeny, eleganciájú férfi. Felismerjük őt. Mert az a harmadik egy ikon, aki épp szintén hazafelé tart. Csak egy majdhogy nem üres sportáska van nála, sötétkék vízilabdás jelvénnyel. Én másodmagammal vitába kerülök 2 kilogramm túlsúly miatt egy végig olaszul fontoskodó reptéri tiszttel. Azt mondja, vagy sok pénzt fizetünk felárként, vagy nem enged felszállni a gépre. Tisztán érződik, nincs jobb dolga, kiélvezi hát percnyi hatalmát. Ez a harmadik személy ekkor odalép, udvariasan köszön, majd tőlünk magyarul, a tisztől pedig olaszul kérdezi, mi a pontos probléma, tudna-e esetleg segíteni. Látom, hogy a tiszt nem ismeri fel. Fölajánlja, hogy az egyik táskánkat írják az ő nevére, hisz neki csupán egy kézi podgyásza van. A fölényeskedő vámszedő tekintete ekkor megtörik, pillanatnyi hallgatás, majd közli, hogy azt bizony nem szabad, majd miután mindhárman kérdőn nézünk rá, tovább erősködik olaszul, azt mondja, az nem lenne jogos. De hát nagyon kevés lesz a gépen az utas, így a csomag is, csak elosztás, csak emberség kérdése, gáláns matematika, akár valamit át is pakolhatunk, így érvelünk neki. Eközben fogy az idő az indulásig. Ám a kufár hajthatatlan. Aztán azt kérdezi tőle ez a harmadik, hogy ha ráfizetünk, akkor már nem számít a gépnek az a 2 kilogramm túlsúly? Erre a kalmár már csak azt nyögi oda, hogy nos. Igen, akkor már nem számít. Csak hogy az a nos, az magyarul hagyja el a száját. Ekkor az a harmadik, a példakép velünk együtt megdöbben. Látom, ahogy a tekintete az alkalmazott szíve fölötti névjegyre téved, majd elképedve azt kérdezi tőle, maga magyar? Persze, vágja rá az egyenruhás. A bajnok pedig csupán ennyit válaszol visszafogottan és szerényen, szégyelje magát. Aztán odafordul hozzánk, és azt mondja, ez most fáj. Gyertek, menjünk innen kicsit távolabb. Ott hagyjuk az ellenőrt. Egy padhoz megyünk, ahol az a harmadik, a hős, mielőtt leülnénk, kezet nyújt, hogy bemutatkozzon, de mielőtt megtehetné, azt mondom neki halkan, köszönjük, Tibor. Őszinte meglepettséggel mosolyodik el, és miközben kezet fogunk, csak ennyit mond. Igen. Szia, Benedek Tibor vagyok.